Mi ezt kettő van? Ennek a feje már. Hallod, ez így elhullott a feje! Ez rémes! Kettő van, meg egy is ott a feje! Ferit szeretném! Na, vegyetek, van egyébként! Vajnaljuk! Biztos, hogy van Feri, nem vicceljétek már! Feri! Na, ki melyik mocsok akar lenni? Akkor azt valaki lenyújtta! Hallod, lehet, hogy valaki elvitte WC papírnak a Feri! Itt a Feri, meg van! Azért mondom, hogy el! Kell, hogy legyen! Nyilván ezt csináljuk majd banki háttérrel. Ez már megint le akar esni. Megint le akar, le akar hullani a feje. Ennek már itt, tényleg. Itt fejek fognak hullani. Jó lesz a? Azért sem, hogy mondjam, hogy próbálom. Lerendel a fejek. Van lerendel. Majd a plakátolás után, ha valakinek van kedve szólót énekelni bármilyen arc mögé bújva, azt nyugodtan lehet. Akkor ugye jöjjünk ide a cikkhez, mert ha ez van legközelebb, fene se fog ezekén a mocskokért annyit sétálni. Ugye ezt látjuk, hogy a bank az zárva van. Ugye látszik, hogy a csapat az bezáradt a szorgos munkával, tehát a csákány szorgos munkát jelképezi. Kiírták előre. Előre ezt ők már kiírták, Frankon. Én csak azt kellene megtudni egyébként, hogy az alkalmazottak Szabin vannak, vagy átvezényelték őket egy másik fiókba. Mert ugye, hogyha Szabin vannak, akkor lehetne pályázatot feladnunk, tehát meghirdetnünk egy pályázatot, hogy lehetne pályázni, hogy hol tartsuk majd a következő demonstrációt, ahol ugye bezár a bank. Tehát és lehet felezzük bár a pénzet. És mondjuk, igen, elfelezzük neki a pénzét. És támogathatna, tudod, ki mit tud felajánlni, ki tud ragasztót, ki tud papírt felajánlani, nyomtatópatron. Nyomtathatna bent a bankban. Vagy nyomtatnának, tehát aki mondjuk esetleg úgy várna minket, tudod, hogy ide kipakolná a nagy stósz nyomtatásokat, plusz egy nagy kanna benzint, egy ilyen 200 literes hordóval, akkor az lehet, hogy nyerne. Tehát ezt csak így mondom, hogy lehet, hogy jó eséllyel indulnának a pályázaton azok a bankok, akik szeretnék, hogy ne kelljen kinyitniuk, hogy nagy halom nyomtatvány, tehát átküldjük szívesen a fájlokat, esetleg egy 200 literes benzin tartály oda kitéve a bank elé, tehát ezzel azért lehet minket mindenképpen befolyásolni és a pályázaton részt venni. A cipbankon tataroznak, vagy mi van? Tataroznak, igen. No, nem, a cipbankba tartoznak, nem, tartoznak, nem tataroznak. Tartoznak. Ez fogalomzavar. Igen, szerintem ezt mentek, igen, sétfő reggel a kártérítés. És itt kell lenni az első háromszorosát kapja, vagy nem jó, első öt kapja háromszorosát. 8:30 hétfő reggel, ha esetleg valaki szeretne hosszú hétvégét az alkalmazottaknak, akkor szabadságolták őket. 8:30-kor igen, itt a cipbank előtt, és addig összerakják a pénzt. Mi jövünk a pénzért. Mert ugye hát nyilván akart valaki itt ügyet intézni, nem tudta, és mégsem jön itt egész hétvégén, nem? Tehát látszik, hogy hétfő reggel. És a jó iskolai telefonnál, hogy a cipbank összerakja a pénzt, és kapjuk az első 5-3 szorosát. Utána szakuklálják, utána száz, az megkapja a tartalmában, és a többé meg kifizeti a tartalmat. Nagyon jó! Egyébként tényleg nagy szívességet lehetnének az aktív emberek, mert ugye ma zárva van pénteken, szombat-vasárnap nem lesznek, tehát ők eljöhetnének Perőcére a magyarok találkozójára. Aztán hétfőn ugye lehet, hogy itt lesz pár ember, és ugye nem is nyitnak ki valószínű, akkor keddet meg kéne nekik adni, mert szerdán megint zárva lesznek 20-a miatt. Tehát ugye itt van, hogy 20-án, das Kostumers! És akkor gyakorlatilag innentől kezdve már akkor maradjon ez a szokásuk, mert nekünk is van szokásunk. És van nekünk egy mélyen szívet mozgató dalunk, hogy ha valaki bankár, akkor mit művel? Szerintem álljunk ide a leginkább, tehát én ide állnék. Ugye valamilyen, ha én bankár volnék, a bankár hátulján rajta van. A másik oldal feteteje. Ugye egy kalap alá vettük a politikusokat és a bankárokat, mert együtt rabolják ki az országot. Hát mint egyik rab. Hát?
Nótafa. Egy, kettő, három. Ha én bankár volnék, nem csak egyszer ülnék, minden évben négyszer kamatot emelnék. Elvenném a földet, elvenném a házat, szép Magyarországot odaadnám tudásra. De így van, tehát ezt szó nem lehet volna. Nem adjuk Magyarországot, Magyarország a miénk. És akkor szerintem tegyük rájuk a plakátokat, ha már itt vagyunk. A nagy ládába tematikusan vannak a plakátok. Van cibes vizér, nem tudod, végzés. Cibes végzés is van közte, úgyhogy mindjárt.